Sziasztok, Leticia vagyok. Sziasztok, én pedig Szabolcs. Ez itt a Kandó Kálmán közlekedési szakközépiskola, a gimnázium és Dr. Béres József kollégium. Szeretnénk bemutatni iskolánkat. Szeretnénk bemutatni, milyen az élet a Kandóban. Közlekedéstudomány neves alakja, a vasútvillamosítás úttörője. Az általános iskola befejezése után a Kandóban részt vettek gimnáziumi és szakközépiskolai képzésben. Jelenleg legnépszerűbb a belügyi rendészeti tagozat. Ha fizikailag alkalmas vagy és jól tanulsz, itt a helyed. Részt vehetsz kommunikációs gyakorlatokon, belemerülhetsz a belügyi rendészeti ismeretekbe. Minden nap van tesi óra, ezen belül önvédelem. Nézzük meg, mivel foglalkoznak most éppen. Nagyon népszerű a közlekedési szak is. Tanulsz közlekedési ismereteket, közlekedési földrajzot, jogi és pénzügyi ismereteket, angol nyelvet és informatikát emelt óraszámban. Tovább tanulhatsz egyetemen, főiskolán és nálunk munkahelyi és képzésen. Ha kellő szorgalom és kitartás van benned, bejössz 14 évesen és 20 évesen már munkába is állhatsz a vasúton. A vasútforgalmi tagozaton éppen egy állomás váltóinak kezelését és a forgalom irányítást gyakorolják. Iskolánk szakközepes képzési rendszere. 9-től 12. évfolyamon PAM, jövedéki és terméki ügyintéző szak indul. A 4 év során az idegen nyelvek közül angolt vagy németet választhatsz. Tanulhatsz PAM jogi szabályozást, pénzügyi alapismereteket, PAM tarifa és áruosztályozást, gazdasági és jogi alapismereteket, adózási alapismereteket és szakmai idegen nyelvet. Részt vehetsz ügyviteli, pénzügyi és áruosztályozási gyakorlatokon. A gimnáziumi tagozaton általános képzés folyik, az idegen nyelv, angol és német. Az informatikát, matematikát és az idegen nyelveket emelt óraszámban tanuljuk. Cél az érettségi és a továbbtanulás felsőfokon. Az érettségi után tanulhatsz a Kandóban is, OK és képzéseken. A 11. és 12. évfolyamon emelt szintű felkészítést is választhatsz. A gimisek nagyon aktívak az iskola életében. A szakközepes diákokkal együtt közreműködnek az ünnepségeken. Szerepelnek az énekkarban és sokféle versenyen vesznek részt. Minden nap a tesi óra tanáraink változat a sportolási lehetőséget biztosítanak számunkra. Hetente egyszer uszodában vagyunk, megtanuljuk és gyakoroljuk a különböző üzletfajtákat. A konditeremben a lányok csinosabbak lehetnek. A fiúk izmosabbak lehetnek. A tornateremben kosarazhattok, röplabdázhattok, pingpongozhattok és terepfocizhattok. Az EVSC pályán ősszel és tavasszal atletizálhattok és a füves pályán focizhattok. Télen a jégpályán korcsolyázhattok. Az iskola rengeteg tanórán kívüli lehetőséget biztosít. Például versenyekre való felkészítést, tehetséggondozást, felzárkóztatást, nyelvvizsgára való felkészítést és különböző szakköröket.
az iskolában és a kollégiumban a következő szakkörök és szabadidős programok közül választhat. Informatika szakkör, zöld kör, média kör, ifjúsági vöröskereszt, katasztrófavédelmi szakkör, filmklub, kézműves szakkör, DSE programok, edzések, versenyek, túrák. Dr. Béres József, nemzetközi hírű tudományos kutató, a Béres Csepp feltalálója, Záhonyban született, és 2002-ben vettük fel a nevét. Ekkor ültettük ezt a fát, hogy emlékeztessen minket erre az eseményre, és Dr. Béres Józsefre. Jelenleg is aktív kapcsolatunk van a Béres családdal és az általuk működtetett alapítvánnyal. Minden évben a legjobban tanuló kollégistákat Béres ösztöndíjban részesítik. A kollégium 4 egyes szobákban szállást és napi 3-szori étkezést biztosít. Szociális alapon több kedvezményben részesülhet. A Koliban rengeteg szabadidős programon vehetsz részt. A DUE média hálózat tagjaként sikeres médiakör működik. Minden évben részt vesznek az Országos Ifjúsági Sajtófesztiválon, ahol híres média személyiségekkel találkozhatnak személyesen. Az Ifjúsági Vöröskereszttel is nagyon régi a kapcsolatunk. 2009-ben a Vöröskereszt bázis iskolája lettünk. Véradásokat szervezünk és részt veszünk adománygyűjtésekben is. A zöld kör fontos feladatának tartja a környezettudatos szemlélet elterjesztését. Műanyag palackokat, elhasznált elemeket gyűjtenek és juttatják el a begyűjtő helyekre. Aktívan közreműködnek az állatvédelemben is. Ballagás, kandóplakett, kandóhét, Béres ösztöndíj, kandóbál. A diákok az összes hagyomány közül a kandóhetet kedvelik a legjobban. Változatos rendezvények biztosítják a hasznos időtöltést. Finom ételeket akarsz megkóstolni? Keresd fel a diáknapi főzőverseny. Szeretsz focizni, kosárlabdázni? Szurkolj nekünk a kandókupán! Próbáld ki, milyen egy szavaló verseny. Törd a fejed a természettudományos vetélkedőkön. Köszönjük a figyelmet! Várunk sok szeretettel a következő tanévben, a kandóban. Sziasztok!